Valami baj van itt. Megtaláltam a tökéletes fotóhátteret, ami megoldotta minden problémámat, amik az évek során adottak. És ennél még több előnyt is kaptam tőle, konkrétan kettő olyat, amire soha nem gondoltam, hogy lehetséges, vagy hogy szükségem lenne rá, de mégis. Nyilván el fogom mondani, de csak a videó végén, szóval nézd végig. Na de kezdjük azokkal a kellemetlen problémákkal, hisz imádunk panaszkodni, és jaj, jó pár van belőlük. Az első, hogy maga az anyag mindent visz. Próbáltam a seamless papírt, PVC-t, mikroszálas és pamutanyagokat, nem működnek. A seamless papír gyűrődik, a pamut pedig tükröződik. Egyszerűen nem jó. Kettő. Számomra megfelelő méretet is nehéz találni, mert egyszerűen nem elég széles videózáshoz, különösen, hogyha mozgunk sliderrel és forgatunk. A harmadik pedig maga a háttértartó rendszer, a tárolás, hogyan hordozzuk, hiszen felszerelheted a falra, de akkor nem mozgathatod, vagy beszerzel valamilyen spéci állványokat, de azok meg túl sok helyet foglalnak, és eléggé instabilak. Magukat a háttereket persze könnyen tudod magadra vinni, de a falra szerelt tartót nyilván nem tudod magaddal vinni, az állványok összeszerelése pedig macerás, ráadásul még cipelni sem egy leányálom. Aztán ott van maga a használat, hiszen valószínűleg több hátteret is használsz, én igen, szóval nem árt, hogyha többet tudsz a tartóra tenni, de így aztán még több helyre van szükség, és persze több macera az egész. Ha pedig az árról beszélünk, egy minőségi seamless papír vagy pamut háttér körülbelül 20-30 ezer forint, és erre rájön még maga az állvány, tehát ha legalább három hátteret és megfelelő tartót szeretnél, már is százezrekről beszélünk, és még mindig megvannak ugyanazok a problémák, amiket említettem. Sorolhatnám még a kisebb gondjaimat is, de ezek gyakorlatilag a fő problémák, amikkel én szembesültem. Te hogy állsz vele? Hozd meg kérlek a tapasztalatodat a komment szekcióban, mi működik, mi nem, miket használsz. És most pedig, hogy jól kipanaszkodtuk magunkat, hadd mutassam meg neked a királyt, ami mindent visz, azt a megoldás, amely messze a legjobb. Ez pedig a... Várjál, elfelejtettem. Intro. Ez a videó egy akkora megkönnyebbülés számomra, mert találtam egy márkát, a Raubeit, és a hátterük megoldotta az összes problémámat, és még két extra előnyt is nyújt, amire soha nem is gondoltam volna, hogy szükségem lehet, vagy egyáltalán lehetséges. Erről mindjárt mesélek, de először jöjjön egy jó kis unboxing, miközben megnézzük az egész rendszert, felsetupoljuk ezeket a kvázi hajtogatható vagy legörgethető háttereket, és persze mindent elmesélek róluk. A Raubei szinte már hihetetlen, mit talált ki. Összegörgethető hátterek. Egyszerűen csak működnek, kb. Pont úgy, mint a rollápok, amiket rendezvényeken látsz, csak éppen a benne lévő háttér a legkiválóbb minőségű, kifejezetten fotósok, videósok, filmesek számára készült. Maga a háttér egy strapabíró tartó tokban van tekerve, ami nem csak alapként szolgál, hanem ugye tokként is. Többféle színben rendelhetjük meg őket, fekete és fehér és szürke, de ez még nem minden, vehetsz akár zöldet vagy kéket is, ami tökéletes a chroma key screeningre. A nagy méretének köszönhetően 2x1,90 könnyedén elfér két ember is előtte, és ugye magához a termékvideózáshoz is, vagy annál sokszor használt ilyen panning slider shotokhoz is teljesen megfelelő. Persze a méret az egy dolog, de semmit sem érne, ha nem lenne az anyag maga prémium minőségű. Viccet félretéve, 100%-os poliesterből készült, nem gyűrődik, nem ráncolódik, és tényleg a legjobb, amit valaha használtam. Csak néhány hónapja van meg, de már most látom, hogy strapabíró, és még talán azt is kimerném jelenteni,
hogy mérget vennék rá, hogy nem lesznek rajta gyűrődések, vagy használatból eredő hibák az idő haladtával. Már ez a két dolog is meggyőzött engem, és hogyha téged is, akkor mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. De ez még nem minden, mert emlékszel a két korábban említett két extra előnyre? Itt vannak. Annyira egyszerű felállítani, oké? Szóval a setupolás mindössze néhány másodperc. Helyezd el a lábakat, emeld fel a fogantyút a megfelelő magasságig, és kész is. A másik nagy előny pedig a tárolása és hordozhatósága, mert egyszerűen csak vissza lehet hajtani az egészet a masszív tokba, így akár egy kanapé alatt vagy szekrény mellé a láb is lehet rakni, minimál helyigénnyel. Én amúgy simán csak a földön összecsukva hagyom, és amikor meg szükségem van rá, akkor kinyitom, és kész. Ja, és a toknak amúgy van egy fogantyúja is, így nagyon könnyen tudod magaddal vinni bárhova. Mindez 210 dollárba, euróba kerül, hátterenként olyan 70 ezer forintba. Egy gyors kis matekkal, három darabon van, fekete, kék, zöld, ami kicsivel több mint 600 dollárt jelent, ennyi pénzért akár jóval több papírhátteret lehetne venni és beszerezni egy megfelelő tartót, állványt is, de még mindig ott van a legtöbb fent említett probléma. Nem beszélve arról, hogy a papír azért kopik, gyűrődik, ráncolódik, tehát időről időre újat kell venni, így hosszú távon hát rengeteg pénzt spórolhatsz meg, szívesen. Ez tényleg egy forradalmi háttérrendszer, és tényleg sokkal könnyebbé és jobbá tette a munkám. Nem csak a forgatások alatt, hanem amúgy az editálásnál is, mert nem tudom megszámolni, hányszor kellett órákat eltöltenem a gyűrődések miatt, a ráncok miatt egyenletlen világítás korrigálásával. De már sosem kell végre, ennek vége eltűnt. De te mire használnád? Lehet videokonferenciál, YouTube videókhoz, zenei videókhoz, élőzéshez, streaminghez, fotózáshoz, TikTokhoz vagy interjúkhoz. Tényleg csak a képzeletünk szab határt. Mondd el, hogy te hogy látnád magadat, hol használnád. Írd meg kommentbe. Számomra egy törzs tagja lett az alkotási folyamatomnak, és egy nagyon jó befektetés. Hogy mennyire térült meg nekem, és miket tudok vele alkotni? Azt mondd meg te! Csekkold le ezt a Creamy B-rollt, ugye egy termékről csináltam, amihez ezeket a háttereket használtam, vagy ha kíváncsi vagy arra, hogy hogyan hozok létre amúgy komplexebb világítási beállításokat, nézd meg ezt a videót. Ha pedig ez tetszett, kérlek nyomj egy nagyot a like gombra, és iratkozz fel a csengővel együtt, az értesítéssel, igen, csengő értesítés, kövess be Instán, hogyha gondolod, még rengeteg tartalmam jön, úgyhogy remélem fogunk találkozni a következőben, mondjuk ezekben, klik, klik, köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!